Kiemelt napként kezelték a Nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskolában azt a programot, ahol a meghívott előadóknak köszönhetően a diákok szerelési ismereteiket bővíthették. A Budapestről érkezett szakemberek több témáról beszéltek a tanulóknak, elsősorban azoknak, akik a gépész képzésben vesznek részt. Kölcsönös volt ez az egymásra találás. A svéd Golyos Csapágy ZRT-nek a meghívásával kapcsolatban. Arról van szó, hogy ez egy 1927 óta már Magyarországon működő cég, amely elsősorban egy kereskedelmi cég, amely a svéd golyós csapágyaknak a forgalmazásával foglalkozik. Felmerül a kérdés, ugye, hogy kerül a csizma az asztalra, hogy egy szakközépiskolában milyen szerepe lehet, ráadásul ugye gépgyártás technológiával foglalkozó szakközépiskolában milyen szerepe lehet egy ilyen cégnek. Gyakorlatilag a magyar szakképzésből hiányzik egy paletta, ez pedig a szerelés és a karbantartás. Dr. Bütner-né Bódi Ágnes évek óta tárgyal különféle cégekkel annak érdekében, hogy a fiatalokat karbantartásra is fel tudják készíteni az iskolában. Ez az a terület, mely a tananyagukban sem szerepel, a mindennapokban azonban gyakran lenne szükségük szerelési ismereteikre. Az igazgató elmondta, a gépgyártás technológiai képzésben résztvevő tanulók többsége azzal szembesül, hogy a megoldandó feladatot hibátlanul teljesítik, de ha karbantartást, javítást kell végezniük egy gépen, nem tudják, hogyan kell. Tehát tulajdonképpen ez a mai nap, ez egy felkiáltójel, egy figyelemfelhívó, egy szemléletváltó vagy egy szemléletalakító nap a gépész tanulóink képzésében, és talán egy együttműködésnek a kezdete is ezzel a céggel, hiszen, mint említettem, én régóta terveztem már, hogy bővíteni kéne a palettát, és esetleg lesz rá lehetőség, hogy ezzel a céggel együttműködve, mert hogy nekik van erre egy akkreditációs képzésük, hogy középfokon foglalkoznánk majd a jövőben karbantartási, szerelési munkákkal, azaz ilyen jellegű képzéssel. A budapestiek három teremben tartottak előadást a diákoknak, akikre a rövid elméleti áttekintés után egy-két kisebb feladatot is rábíztak a szakemberek. Hát megtudtuk, hogy milyen különféle csapágyszerkezetek vannak, és milyen különféle módszerrel lehet felszerelni a csapágyakat. Miért választottad ezt a szakmát? Mi tetszik benne? Hát én már ide jártam. Hát a iskola elején 9-től fogva, és akkor már megtetszett ez a szakma rész. És azért gondoltam, folytatom, és technikumot elvégzem. Talán majd lesz, hogy lesz. A nap folyamán a már elsajátított tananyag ismétlése mellett olyan új ismereteket is szereztek a diákok, melyekre szükségük lehet a nagybetűs életben, s melyekről a jövőben talán bővebben is tanulhatnak majd a gépészképzésben résztvevő fiatalok.